Ez itt a Rock Tükör és a Hello Magazin leges-legelső közös légyottya Pierrónál, aki esküszünk, hogy csak a kedvünkért rakta föl most a maszkot, mert egyébként itthon azért nem ilyen, ennyire azért nem őrült, hogy itthon is maszkban legyen. Bár mennyire vagy te őrült egyáltalán? Hát az igaz, hogy ehhez muszáj őrültnek lennem, mert én most éppen kifejezettem az egyik rajongómat is azért, mert ő szerette volna, és már most nem bírta néhány perc után, most nekem már volt olyan napom, amikor 12-16 órát volt rajta most még, úgyhogy közben néhány műsorom is volt fent a színpadon. Meg a múltkor éppen a Siposev Tamás mondta, hogy azt furcsálja, hogy egy Sote koncert alatt, amikor az ember úgy leízel az első dal alatt, hogy folyik róla a patokban a víz, ugyebár ő meg tudja azt tenni, hogy mindig letörli az arcát egy kendővel, én meg nem tudom megtenni. Szóval ez muszáj kicsit örültnek lenni. Remélem, hogy a közönség egy idő után már nem igényli ezt a sminket, és akkor megválhatok tőle. Egyébként igény nem okoz egy ilyen skizofrén tudathasadásos állapotot, ez, hogy ez egyik feled ilyen, a másik meg normális, vagy az egy a színpadon ilyen vagy, az életben pedig nem. Tulajdonképpen valamilyen szinten kell, hogy okoz. Tehát végül is tényleg ez egy ilyen skizofrénia, de szerintem ez mindenkiben benne lakozik. Tehát én pontosan azt a dolgot vállaltam föl, amit az emberek nagy része nem tud fölvállalni. Azt, hogy mindenkiben van egy jó adag gyerek, egy jó adag jóság, egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen borzasztó kellemes, boldog érzés, amikor egymaga van, a családjával van, a szeretteivel van, a babaházával van, az autóival van. Szóval van egy ilyen érzés, és ezt nagyon eltitkoltuk, elástuk már. És kell valaki szerintem, aki azt mondja, hogy nem, benned még benne van, és ne csak a tükör előtt vald be, hanem legfeljebb rak fel a Piero kazettát, vagy legyenek mások is, akik ugye erről beszélnek. És akkor igenis ebből kiderül az, hogy sokkal kényelmesebb, kellemesebb élni. Tehát a zenében is ezt a boldogságot próbálod kifejezni. Igen, tulajdonképpen apró pici boldogságra hívom fel az emberek figyelmét. Hát lásd az első hót, vagy a hintaló álmát, szerencsére semmi másról tényleg nem szól, mint egy játékboltban maradt hintalóról, aki azt szerette, hogy is ajándék legyen. Na most hát ez egy mese, és ezt lehetséges, hogy furcsálanád bármelyik kollégám szájából, és ezzel a sminkkel, ezzel elhiszed nekem. De azért hiszed el, mert ebben ugyanúgy érzed, hogy ez létezik, csak az a bizonyos ciki, az való mindig ott lebeg. Ebben a boldogságban egy kicsit olyan, mint a légy a tejben, nem? Az, ami most így a harmadik lemezet körül zajlott, hogy is van ez így kiadókkal, meg mindenféle probléma volt, amiért ugye végül is ki kellett adni a Babaházat még egyszer egy ilyen remix változatban. Igen, az Babaházak lemez, az első, az nagyon gyengén fogyott. És ugyanakkor az akkori kiadó Magnauton ezért engem okolt, végül is a második nagy lemez a Nekem senki nem egyedül, ez bebizonyította, hogy nem erről van szó. Tehát végül is kell az embereknek, tényleg szeretnék, és talán mégsem én vagyok a tehetségtelen. Így szerettük volna azt, hogy most így, hogy mert többen ismernek, többen megismerik az első lemezt is, és kérték is, rengeteg levelet kaptam, meg rengeteg helyen megtaláltak, elmondták, hogy kellene a Babaházakat szeretnék hallani. Megkértük első lépésben a Magneutont, hogy adják ki még egyszer, mit szólnának hozzá, nem voltak hajlandók, majd nem adták el a mastert sem nekünk, reális áron meg végképp nem, és így újra kellett csinálni. És ahhoz, hogy jogilag tiszta legyen, ez teljes új felvételeket kellett készíteni. Így került a boltokba a Babaházak 2, amelyen újra dolgoztuk az összes dalt a zenekarommal, az akkori kísérő zenekarommal, akik most éppen változtak. Így sokkal karakteresebbek lettek ezek a dalok. Eleget beszéltünk már erről az oldalról, most egy picit, hogyha elfordítod a fejedet, akkor beszéljünk egy kicsit erről az oldalról is, hogy a hétköznapok milyenek. Ugye az ember, hát most már azt mondom, hogy ezek a sztereotípiák azért lassan megszűnnek, hogy ugye a sztárok azok valahol hatalmas kastélyokban laknak. Egy lakótelepi lakásba laksz a családoddal, a hétköznapok itt hogyan telnek? Amikor éppen van időd itthon lenni, és nem hakni van, vagy stúdió, vagy bármi. Ja, hát tulajdonképpen, mivel hárman vagyunk, van egy felségem, meg egy gyermekem. Próbáljuk meg a Andrásnak hívják, ugye? Andrés, hogyha esetleg előkerülne közben, nem lenne egy rossz dolog. Gyere, Pücsök! Gyere, Andrés! Gyere, apá! Gyere, az öremre, jó? Úgy! Na szóval velük az élet teljesen olyan, mint egy más családdal. Azon kívül, hogy Andis, hogyha a tévében így mutogat, hogy ott az apa, meg hogyha meghallja a dalokat a rádióban, vagy akár a Magnumban. Ezen kívül azt hiszem, hogy semmi különöset nem észlel belőlem. Néha esténként elmegyek, és akkor ilyen furcsán be vagyok mázolva. Rá még soha nem került ez a maszk. Éppen az orrára pöttyintettem egy kicsit a fehérből, igen. De különben nem. És hát még egyre
a zenével sem igazán foglalkozik, bár biztos, hogy jó füle van. Szóval különben meg itthon dolgozom. Van egy külön szobám, ahol kifejezetten zeneszerzésnek meg alkotásnak rendeztem be magam körül az egészet, és ott nem, hát ott zene hallgatni, illetve zene szerezni érdemes, és akkor napközben itt dolgozom. Ezen kívül, most egyébként a feleségem itthon van, tényleg csak közös programoknak, de olyan keveset vagyok viszont én itthon, hogy ezek inkább ilyen beszélgetés, meg ilyen rövid sétákban merülnek ki.